Ünnepélyes szalagátvágás Porcsalmán, a településen prémium szolgáltatásos idősek otthona nyílt. A gondozásra szoruló idős emberek egy kétszintes, komfortos, liftes épületet vehettek birtokba. Az új intézményben összesen 30 férőhelyet alakítottak ki. A fiatalok a faluról elmennek városra, Dunántúlra, esetleg külföldre. Aki itt marad, az is egy idő után az idős lerobbant szeretét nem tudja ápolni, mert vagy a munkahelyét választja, vagy azt, hogy 0-24 órában otthon ápolja. A mai ápolási díj az nem olyan összeg, hogy ebből meg tudjon bárki élni. Az idősek pedig nagyon gondoskodóan élnek, tehát az idősek 98%-a, akivel én itt Porcsalmán találkozom, ő ki tudja fizetni a térítési díjat, van megtakarítása, és nem támaszkodik a gyerekére, és azt az elvet képviselik, hogyha nagyon sok energiát tettek annak idején a gyereknevelésbe, és a gyereküket pályára állították, akkor nem tesznek ekkora terhet a vállukra, hogy most, amikor ők a karrierjüket élik, és a család életüket, akkor most ők ezt hagyják abba, és ápolják őket, hanem önszántakból jönnek, szétnéznek, szobát választanak, feliratkoznak várólistára, és nyugodtan élik tovább a mindennapjaikat, tudják, hogy olyan életkörülményeikben olyan változás következik be, ami miatt segítségre szorulnak, akkor itt meg fogják kapni azt a segítséget. A beruházás költsége 303 millió forint volt. Az összeg kétharmadát önerőből finanszírozta a Református Egyház fenntartásában működő szociális szolgáltató központ. Nagyon remélem, hogy azt tapasztalhatják meg, hogy a hit itt elsősorban szeretetet jelent, és mélységes türelmet, és tiszteletet az idősek felé. Erre van a legnagyobb szüksége minden itt dolgozónak, és nekem is, amikor az idősek között a szolgálataimat végzem, mert én úgy gondolom, hogy azok, akik már ide kerülnek az életben, olyan sok mindent tettek, olyan sokat adtak, hogy megérdemlik a viszonzást. Az időseknek saját főzőkonyhájukról biztosítanak svédasztalos reggelit és választható ebédet. Az intézménybe felekezettől függetlenül várják az ellátottakat. Aki a keresztény hit megélésében segítséget vár, és ide szívesen jön ebbe a közösségbe, annak itt helye van. Azt gondolom, hogy ki van dolgozva az a szabályzat, aminek alapján a fölvétel történik. Várólista van, sokan igénylik, és majd lehet, hogy egyszer bővíteni kell ezt a most elkészült házat. De most a beköltözések megkezdődnek jövő héten, és reméljük, hogy teltházzal, jókedvel és egy közösségélet megélésével tudják az öreg napjaikat tölteni az időseink. A Szociális Szolgáltató Központ jelenleg 70 munkatársal, 8 településen közel 700 idős ember mindennapi ellátásával foglalkozik, hogy a mindennapjaikat emberhez méltó módon tudják megélni.